Győr-Moson-Sopron vármegyében is gyűjti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a földadó ellen az aláírásokat. Erről számolt be a szervezet vármegyei elnöke. Az európai politikai helyzet az nem épp arra alkalmas, hogy földadót vezessünk be jelenlegi állapotba. Tudjuk mindannyian, hogy van földadó, és működik is az Európai Unió tagállamain belül, de nem ezzel az eljárással, amit most szeretne bevezetni egy-két polgármester kolléga, hisz mindannyian tudjuk, hogy 2015-től folyamatosan a déli határ mellett élő gazdáknak a termését megtizedelik a migránsok. Erre rájött a Covid-helyzet, most itt az ukrán háború. Én azt hiszem, hogy ezzel az ukrán háborúval rátette a koronát arra, hogy most abszolút nem szabad, és egy abnormális helyzetnek tartom, ha most valaki földadót szeretne bevezetni. A földadó a gazdák számára egy olyan pluszköltség, ami egy indokolatlan terhet jelent tevékenységük során, versenyhátrányba hozza őket a nemzetközi és az európai piacokon is. Mindannyian tudjuk, az input anyagárak 5-szörös-6-szorosára emelkedtek a háború óta, viszont a felvásárlási árak, ha megduplázottak, már nagyon örültünk, mint gazdálkodók, és erre még akkor rájött most az Ukrajnából vám nélkül behozható agrártermékek sokasága, itt gondolok a kukoricára, buzára és egyéb termékekre, ezzel szintén a magyar gazdálkodók helyzetét súlyosbítják, illetve a magyar gazdálkodóknak olyan szintre romlik a helyzete, hogy most aki földadót akar bevezetni, az tényleg szerintem nem is a földön jár. Problémát jelenthet, hogy az adót a földtulajdonosok előbb-utóbb tovább háríthatják a földhasználókra, így előfordulhat, hogy a földhasználóknak közvetlenül az iparűzési, közvetve pedig a földadót is meg kell fizetniük. Emellett a földadó forrást von ki a mezőgazdaságból. Most minden olyan földtulajdonost kérünk arra, hogy írja alá, online alá lehet írni a földadó elleni tiltakozásunkat, és hisz minden gazdálkodónak is érdeke, hogy ne legyen földadó. Földadó ez újabb költségeket ró a gazdálkodóra, és a földtulajdonos, aki nem gazdálkodik, az biztos, hogy szintén át fogja hárítani a földhasználóra, és ez emelni fogja az élelmiszerárakat, de ugye, hogy az input anyagárak is megnövekedtek, mindannyian tudjuk, hogy a hivatalos KSH-s adat szerint is közel 15%-os infláció volt az elmúlt évben, de én azt hiszem, hogy ez még jobban fokozni tudja az infláció gerjesztését. Az aláírás gyűjtéshez Nagy István agrárminiszter is csatlakozott, és a vármegyében is sok gazda támogatja a kezdeményezést. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ 100 000 darab aláírást célzott meg. Úgy érzem, hogy jól állunk, hisz olyan 70-80% körül tartunk most országos átlagba. Győr-Moson-Sopron megyébe elkerültük a 60%-ot, és február végéig lehet az aláírásokat megtenni. A gazdákat terhelő földadót az önkormányzatoknak van lehetősége bevezetni az adott településen. Annak is a MAGOSZ által indított petíció célja a földadó megszüntetése.